De bemegyünk oda, be fogunk menni. A magtárba várnak bennünket. Hogy Cseperről indult a Dunatengerjárás is, Kassai Jenő terve javaslata alapján 1933-ban Hollandiával elindultak egy kis hajóval, Apollinaris 3-mal, hogy bebizonyítsák, hogy föl lehet jönni a Dunán hajóval is. Az Apollinaris 3 úgy eléggé bonyolultra sikerült, mert a hajónak eltörte a földközi tengeren a hajó motortengelye. Azt még valahogy kijavították, de utána nagyobb balhéba kerültek, mert kikötöttek Bizertába, de a részeg matróz miatt fölgyulladt a hajó, leégett a fele, a két kapitány meghalt, úgyhogy Kádár Gyulának le kellett menni, vagy Kádár Jenőnek, nem János volt, le kellett menni a hajóért, és akkor ide értek, és itt kötöttek ki 34 őszén, és bebizonyították azt, hogy a Dunán lehet tengerjáró hajóval is közlekedni, és akkor beindult a dolog, Korti ezt nagyon erősen támogatta, ugye ő is tengerész volt, itt kötött ki valahol, és nem telt egy év, és megépítették az első Dunatengerjárót, a Budapest nevű hajót, amelyik eredményesen működött, és az szerencsésen megúszta a második világháború is. Ebben a kikötőben fejezte be az életútját szegény, itt kormot tároltak benne a gumipari vállalat koromtároló hajójaként a Budapesti Dunatengerjáró, de most is a Pesti Dunaparton, és az elmúlt három-négy hónapban is volt kikötve egy Dunatengerjáró a Kassa, amit átkereszteltek közben, és még a Vince még be kell hajtanunk a világjáró tengerész kapitányokkal, azt mondta, hogy elvisznek bennünket a Kassára, a hajóra. Nálad állapodtunk meg. Távol kell kérni. Meg igaz? Tibikém. Úgyhogy a Kassát nem láttuk, és Dunatengerjárót nem tetszenek itt látni, viszont tolóhajót tetszenek látni, itt is avattunk tolóhajót, annak a makettjét majd föl lehet látni. Mert ugye ma már a vontatás nagy része nem úgy történik, hogy drótkötélen húzzák, hanem összekötélen.